Sziasztok! Ma Christopher Paolini első könyvének játékadaptációját, az Eragont fogom bemutatni. A játék minden platformon megjelent, kivéve PS3-on és GameCube-on. A program 2006. decemberében jelent meg kalandjátékként, bár inkább mondanám non-stop ütlek-váglak akciójátéknak a Stormford Studio fejlesztése és a Sierra gyártása alatt. Csak single player mód van, ami 16 állomásból áll. A történet röviden arról szól, hogy Alagéziában él egy árva fiú, Eragon, ki az egyik vadászata során talál egy titokzatos szafírkék kavicsot. Természetesen a követ nem tudja eladni, így kénytelen lesz megtartani, bár csak hamar rá is jön, hogy igen jól döntött, ugyanis a kőnek hitt tojásból egy sárkány kel ki, Zafira. Így feltámadhat a sárkánylovasok rendje, melyel megtörhetik a gonosz uralkodót, Galbatorix-t. A játékban összesen 3 sárkányirányítós pálya van, a többiben segítségül tudjuk hívni Zafirát, hogy romboljon le ezt-azt, hogy a kapu ki tudjon nyílni. Azért is raktam be ezeket a jeleneteket, hogy a sárkányt ne csak hátulról csodáljátok meg, hanem ugye a pálya átvezető intrókban lássátok a fejét. Amúgy érdemes tudnotok, hogy ez a pálya rész, amit itt láttok, ugye ez a demo pálya. Másrészt pedig ez egy magyarországi helyszínnek a mintázata, a Vasmegyei Sághegynek. Amint láttátok, Eragon kicsikét beakadt íjászás közben. Ez gyakran előfordul, nekem 4 magos procim van, de még így is előfordul, hogy ja, nem reagál. Bár joystickkal játszom. Aki PC-s joystickkal szeretné játszani, az ne felejtse átállítani az irányítást egy tengelyesre, mert a játék alapértelmezetként két tengelyesként állítja be magát, vagyis a bal tengellyel fel le tudtok mozogni, a jobb tengellyel pedig jobbra-balra. Ezért ajánlom mindenkinek, hogy a bal tengelyre tegye fel a jobbra-balra felle irányítást. Itt Eragon fázis késéssel dől el. Mint hogy meggondolnám magad, hogy eldőljek! Na jó! De amúgy életileg jól álltam. Hát nem kommentálom. Na és itt megcsodálhatjátok Zafira hatalmas elejét. Igen, sziklatömböket is tud hajítani az ellenségre. Ugye milyen hasznos? És szirtekre is tudjuk irányítani. Mindjárt át is lépben. De úgy, hogyha jobban megnézitek, mindig nyitva marad a szája, úgy harcol. De legalább jól eljátszik az ellenfelekkel. Így jól harabdálja őket, megdobálja. De van olyan, amikor ő szorul pácba, és akkor ezeket a gajakat kell leszedni róla. És hát meg kell ölnünk a rezekokat, hogy tudjunk cselekedni, hogy meg tudjuk szabadítani a sok gajtól. Sokan feltették azt a kérdést, hogy Zafirának a játékban miért nincs tollas szárnya. Hát nézzétek meg a kis Zafirát a filmbe, hátyás szárnya van, csak piék borítják. Szóval Zafirának hátyás szárnya van, csak tollas. Nem tudom, hogy miért nem csinálták meg a számítógépes játékba a tollait, mindegy, de eredetileg hátyás szárnyú. Na és ez az első sárkányirányítós pálya, itt 4 galambot kell megennünk, hogy tovább jussunk. Egy olyan pálya részre, ahol rezekokat kell ölni ezerrel, azokat a, hát ilyen Nazgul utánzatokat. Tényleg amúgy Nazgul utánzatok. Így szépen megesszük a madarat, a víznek nem tudunk neki csapódni, és szerintem ez a legjobb sárkány repülős animáció, nézzétek! Úgy repülök, hogy csónakázok a levegőben. A PC-dom oldalon olvastam olyan leírást is, hogy két playeres is lehet a játék, hát ez hülyeség, csak single player mód van, még multiplayer mód se fordul elő. Online sincs, szóval nincs multiplayer.
mindegy, a PC Dom leírásban az volt, hogy az egyik játékos a sárkányt tudja irányítani, még a másik az lovast, vagyis Eragont, hogy lövöldözzön. Hát ez hülyeség. Szóval csak single player van. Amúgy is a PC Domos leírás eléggé kiszépíti a játékot. Pedig valljuk be, hogy eléggé rövid. Nem valami eseménydús a sok ütlegváglak jelenet miatt, amit Aragornnak kell végrehajtanunk. Talán ha több sárkányirányítós játék lett volna benne, akkor izgalmasabb lett volna. Amúgy, aki már látta a korábbi sorozataimat, annak biztosan beugrik, hogy kicsikét hasonlít a Panzer Dragonra játék. Igen, de még a Panzer Dragonban eléggé szögletes útvonalon megyünk, addig az Eragonban az útvonal eléggé éles kanyarokon is megy. Ez volt a hiperhajtómű, amit láttátok. Ezt úgy lehet előidézni, hogy benyomjátok a joystickon a két pengelyt. Írtó hasznos dolog, szóval amikor sok pengét dobálnak rád a rázákok, akkor ennél hasznosabb dolog nincs. Jó, a nyilvessző miatt van egy kicsiket rélsütár feelingje, de amúgy ez tényleg egy akciójáték, kalandjáték. Bár hogyha jobban megnézzük, hogy a játék 70%-ában Eragonnal vagyunk, akivel csak bunyóznunk kell, akkor joggal mondhatom, hogy ütlek-verlek akciójáték. Amilyen látványos nyílt terepen a kamera nézett, hogy forog, ahogy repülünk a sárkánnyal, annyira rossz barlangban. Szóval ezek a lelógó sziklatömbök simán belerógnak a kamerába, és egy pillanatig azt se tudod, hogy mi van, ezt nekicsapodhatsz a falnak simán, mert annyira nem tűnik fel neked, hogy el tudsz menni mellette. Itt is nézzétek, belelóg a kamerába. Na, itt például azt hittem, hogy ki tudom kerülni a sziklatömböket, amint láttátok, a fal is belelógott. Szóval a barlangos részeket jobban meg lehetett volna csinálni. Viszont ez a vizes rész nagyon szép. A vízesés legalján láttuk egy kék sárkánytojást is. Ezek a kék sárkánytojások azért jók, mert ezekkel egy bónuszpályát tudtok szerezni. És itt tudunk focizni is, nézzétek! Simán elütöttem a rezekot, már csak egy kapu kellett volna, azt üvölthetném, hogy gól! Nagyon hatásos fegyver amúgy a farokcsapás. De tényleg, szóval... Ha alacsonyan repültök, ez a leghatékonyabb fegyver. És ez a térkép, itt fel van tüntetve a 16 állomás. És most megmutatom a második sárkány irányítós pályát, ahol már páncélzatban van Zafira, úgyhogy... jobb dolgunk van. Hát védelmi szempontból annyira nem segít sokat a páncél. Tényleg ugyanúgy fogy az életünk, viszont már van egy újabb fegyverünk, igen, tűz. Ezen a pályán annyi a feladatunk, hogy a jobb térképen lévő zöld pontokat, amik tornyokat jelölnek, megvédjük. Az olajtócsákat be kell gyújtani, de amit látjátok, a hülye ellenfelek belesétálnak simán az olajtócsába. Biztos meg akartak sülni. A farokcsapás is a nyilvessző mellett persze ott van a tűz is, ami már olyan hatásos, hogy a sziklákat is meggyullasztja. Úgyhogy már csak tényleg annyi a dolgunk, hogy körbejárjuk a pályát, megvédjük a tornyokat, bár azt garantálom, hogy aki először játszik a játékkal, az minimum egy-két tornyot el fog veszíteni, 3-4-nél már bukik a küldetés. Időközben megjöttek a katapultok, több lett az ellenség is, de amint látjátok a fönti bal sorokba, az életkijelzőjüket már nem fogják sokáig bírni. Mert én sem bírom már sokáig, mert amint látjátok, eléggé ramatyul állok életileg, meg az összes tornyom is ramaty, egyet el is vesztettem. Most direkt a mellékúton fogok menni,
hogy lássatok egy hatalmas págot, de tényleg hatalmas pág. Nézzétek, az intróba kétszer vagyok. Hihetetlen. Én amikor először megláttam, majd leestem a székről. Szóval ott vagyok, leesek, azt közben ott repül a másik, én nem, ezt nézzétek, hogy mit csinál, így letrodjik, az ellenség ott repül, de van más bug is, itt elektromos farokrázásom van, és van olyan bug is, hogy a semmi talál el. Szóval még Brom, a társam még szól is a dögtávolról, hogy vigyázzak a fákkal, azt nézzétek, itt a semmi így pufán vág. Na jó seggen. Na de nézzük is az utolsó pályát. Durzak ellen kell harcolnom. Ő Galbatorixnak a jobb keze. Hát nézzétek meg, elég ronda a sárkánya. Egy nagy maszlak, tipikusan ánysárkány. És hogy nevet már, hát... És még a szemei is olyan rondák. Igen, és a semmiben fogunk harcolni. Hát kicsikét kijött a tériszonyom, amikor először megláttam ezt, de hozzá lehet szokni. A Drakkan PS2-es verziójának az utolsó pályában is a semmiben kell harcolni. Szóval szerencsére volt tapasztalatom, amikor ezzel játszottam. Emlékszem, billentyűzeten szarabbul tudtam irányítani. Joystickkal azért elég könnyű. És ez a végintro, mikor már legyőzted. Durzák megpróbálja megölni a lovast, ugye? Mert hogyha a lovast megölik, akkor a sárkány is meghal, de viszont ha a sárkány tölik meg, akkor a lovas életben marad. Hát igen, Eragon szíven szúrja Durzákot, mivel hogy ő egy ány, és hogyha egy ányt szíven szúrnak, akkor meghal. Látjátok, el is porlad az ánysárkány, de szerencsére a zuhanásból Zafira megment minket, bár fogalmam sincs, hogy hova tűnt a kardom. Mindegy, nem is lényeg, összegezve ez a játék jó, ajánlom mindenkinek, de arra mindenki készüljön fel, hogy nagyon vontatott lesz a sok, hát ütlek-váglak jelenettől. De a sárkányos jelenetek nagyon sok mindent javítanak a játékélményen, tényleg. Míg a zene is jobb, akkor mindenkinek csak javasolni tudom. Sziasztok!